Most pedig egy klippremiérnek lehetünk tanulni, hiszen elkészült Csik János és a Mezzó Túl szép a nő című dalának képesített változata. Túl szép a nő, de nem elérhető. Túl jó a sör, mégis meggyötő. Gyarló a vágy, csábít az ár. Kell egy jó ital, kell egy jó kis csaj, kell egy jó kis gép, irigyelje a nép. De a pénz beszél, bármit szeretnél. A következő percekben szó lesz új videóklipről, új lemezről és egy közelgő fellépésről is. Köszöntjük a Libretto vendégeként Csík János Kossuth Díjas Prímást, énekest. Jó estét kívánunk, szervusz! Szép estét kívánok! Ez a jazzes kitérő, ha fogalmazhatok így, ez jó néhány éve kezdődött a te életedben. Mesélj erről egy picit, kérlek. Tulajdonképpen, hál' Istennek, már a Csík zenekarral ilyesmiket el lehetett kezdeni, ott alternatív rocktól kezdve minden előkerült, de ez egy, nekem egy még régebbi elképzelésem volt, mert mindenképpen akartam, hogy a népzene minél többekhez jusson el, és aztán ez egy jó kis gondolatnak tűnt, ami így is lett. Most ebben az esetben megint egy ilyen próbálkozásom van, szóval ami úgy tűnik, hogy egyre jobb, mert bizony ez egy jótékonysági felkérés kapcsán jött össze, és már lemez is jelent meg, stb. Szóval. Alkalminak indult, és úgy tűnik, hogy tartós marad? Így van, ez egy ilyen alkalmi történetnek indult. Kecskeméti zenészek ismerik egymást, tudják, hogy a másik mi jót csinál, és persze, hogy a jótékonyság kapcsán hívtam azokat, akik ehhez mindenképpen kedvük volt. Csak hát túl jól sikerült. Túl jól sikerült, igen. Beleragadtatok. Nem is baj az. Úgy halljuk, hogy jó. Így van. És ők is úgy érezték, hogy ez jól esik, meg a közönségnek is egyre jobban esett, úgyhogy most már koncertek vannak, most lemezt készítünk, amiről éppen most itt. Igen, a Túl szép a nő, ugye, az a legújabb lemezetekről van, a Gyémántból Kalitkát, ugye, igen. Ez a címe. Ez a cím, ez honnan jött egyébként, mire utal? Tulajdonképpen ez egy moldvai népdalból való szavak, és tulajdonképpen nekem nagyon kedves a népdalokban az, hogy azok a szóképek, szimbólumok elég sűrűn előfordulnak a népdalokban, amik tulajdonképpen sajátos és ilyen tényleg értékesé válik a népköltészet. Hát itt is úgy hiszem, hogy ez a Gyémántból Kalitka, ez ami valahol olyasmit is jelent, hogy az ember bármilyen gazdagság, vagy jólét, vagy bármi körülveszi, de mégsem szabad, vagy mégsem boldog, akkor az nem az igazi, úgyhogy éljük az életünket a lehető legszebben, és ha egyszerűen és szegényesebben, de boldogan. És a zenénk is ilyen, hogy mert benne van a népzene, a jazz ízű dallamok, hogy ha lehet, akkor a szép dolgok a lehető legjobb módon kerüljenek, és simogassa meg az embereknek a lelki. Azt mondod, hogy jazz ízű. Ez azt jelenti, hogy azért dominál a népdal, és ezt színezi kicsit a jazz, vagy a jazz zenészek nem értenének veled ezzel egyet, és azt mondanák, hogy pont fordítva. Hogy van ez? Ez egy érdekes dolog, mert mindenkinek igaza lenne. Ez a legjobb, igen. Szóval, valószínűleg a jazz zenészeknek is mindenképpen igazuk lenne, mert nem kifejezetten az igazi klasszikus jazzzel foglalkozó zenészek csinálják ezt. Elsősorban népzenészek, de hát persze azért van egy jó jazz zongorista ebben a produkcióban, aki tényleg ezzel foglalkozott, illetve egy gitáros is, de elsősorban népzenészek hozzák ezt össze. Az a bátorság, amit megkérdőjelezhetnek a zenészek, hogy mi ez a bátorság, meg hogy nyúltok ebbe bele, talán azért magyarázható, mert már évtizedek óta bátor vagyok ebben a dologban, és nem bántottak nagyon emiatt. Másrészt meg tényleg jó működő módszer arra, hogy tényleg jó szórakoztató zenét tudjunk csinálni a mai világban. Én kifejezetten így hívom, hogy szórakoztató zene, mert tényleg abban akkor is szórakoztat, ha éppen
csendes, vagy az lelke szomorú és megsimogatja az embert, a csendes nótáknál, vagy ha éppen élni akar, vagy mint például a Túl szép a nőnél, ahol a gyarlóságunkról is arról van szó, hogy önmagunkat legyőzni a legnehezebb, de sikerülhet. Tehát ez egy erőt ad. És János, ezt a Csík zenekarban nem lehetett volna ezt a vonalat valahogy belevinni, vagy mindenképp egy új formációban szeretted volna ezt kivontakoztatni? Ez is más, az is más, ott is sok mindent meg lehetett csinálni, hál' Istennek a díjak és a közismertség magyaráz ezt. És persze itt is más lehet megcsinálni, de én ezt azért is szeretem, mint hogy a verseket is szeretem, és csinálok olyan irodalmi műsorokat is, vagy a képzőművészet, a festészetet is nagyon szeretem, volt rendhagyó tárlatvezetést csináltunk. Tehát vannak az én életem ilyen történetek, és nagyon köszönöm, hogy megint szóba kerülhettem itt, és remélem máskor is megmesélhetek az én kis történeteimről. De ez a Mezzo zenekar, ez elsősorban a zenészek közreműködésű és az ő lelkes odaadásuknak is köszönhető, nem csak az én zenei ötleteimnek. És ezt jövő hétvégén be is mutatjátok, pontosan hol és mikor. Így van, pontosan, hogyha Budapesten valaki éppen ráér, 29-én pénteken a MOM Kultúrközpontban este 7-kor a kupolateremben játszunk. Ez egy ilyen kis klubszerű történet lesz, de az a belső ügyes hangulata szerintem előjön, ami ebben a zenében is benne van, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. És azt mondod, hogy ez egy szórakoztató zene, tehát szórakoztató, elgondolkodtató, elsősorban azoknak ajánlod, akik mondjuk jó kedvre vágynak, vagy lélekbalzsamra? Elsősorban, igen, és hál' Istennek mindig nagy örömmel fogadják, mert sokan eljönnek a koncertet. Tegnap is Tatabányán muzsikáltunk, és végtelen bizalommal, kíváncsisággal jönnek az emberek. És a fiatalok is, János, egyébként? Vagy azt hogy látod, ők mennyire nyitottak erre? Hát inkább az ilyen 30-40-esek, 50-esek, tehát ez a azok vonal. A fiatalok. Végül is. Vagy az én korosztályom, hogy mondjam. De a koncert végére aláírás, dedikálás, lemez, eladás és mi, ott beszélnek és mondják, hogy volt csendes zene, ami a szívüket, lelküket simogatta, másrészt, hogy na hát. Tehát, hogy kellemes meglepetés volt, és valószínűleg, hogy most akár aki a Mumbai-en szórakozott jó kedvéből elsősorban, meg hát, hogyha a szép, akár lírai dallamokat is akarja hallgatni, akkor ott rátalál. És hogyha már én a Csík zenekart említettem, akkor a Csík zenekarral hol találkozhatunk legközelebb? Most terveztek koncertezni? Bizony, ővelük is zajlik az élet, épp ma is próbáltunk. A Bagosi Norberttel lesz egy közös produkció a Kobuci kertben. Az viszont 30-án, vagy jövő hónap, most... Én mintha májusra emlékeznék, már én is nézegettem inkább, a naptárban. Inkább május lesz, mert zajlik az élet, hál' Istennek. És sűrű kicsit, igen. De ez lesz a legközelebb ilyen... Az is rendhagyónak hangzik egy kicsit a Bagosi. Igen, abszolút, és akik nagyon sokan persze szeretik a Bagosi Brothers zenekart, azok most ezekkel a dalokkal is találkozunk, és az a másik, hogy a Bagosi is énekli a mi dalainkat, vagy akár a népzenét. Halmozzátok a jó dolgokat. Köszönjük csak szépen. Csak jó legyen. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm.